Buenos dias! Sziasztok, Dimitri vagyok. Tenerifén voltam 5 napot, és készítettem nektek egy olyan kis videót, amiben nem a legjobb strandokat, vagy a legjobb parti helyeket mutatom be, vagy azt, hogy hol a legolcsóbb a szangria, hanem azt, hogy mi az a 3 hely, amit ha megnéztek, örökre bele fog égni a retinátokba. Tenerife a Kanári-szigetek legnagyobb területű szigete, Észak-Afrika nyugati partjainál az Atlanti-óceánon, 5 órányi repülőútra Budapesttől. A sziget 4-szer akkora, mint Budapest, és 1 millióan élnek rajta. Egész évben jó idő van, 22-29 fok, az óceán pedig 19-23 fok között mozog. Isten nagyon-nagyon bőkezű volt ezzel a szigettel, mert minden megtalálható itt. Északon csupa zöld, erdők, virágok, szőlőültetvények. Középen ott a hatalmas tejdevulkán, holdbéli sziklás és sivatagos tájjal, körülötte fenyőerdők, délen pedig homokos strandok, mindig jó idővel. Az autóbérlés itt a legolcsóbb Európában, a repjegy pedig már 50 ezer forint körül elérhető vízzel. Az apartmanok pedig szerintem olcsóbbak, mint Horvátországban. Szóval minden adott ahhoz, hogy olcsón hoz ki a nyaralásod egy ilyen lenyűgöző szigeten. Listám harmadik helyezete egy 100 fős apró falucska. A Tenó-hegységben található ez az igazi kis csoda. A felhőben úszó meredek hegyek derekán komoly szerpentineken keresztül juthatunk ebbe a festői faluba, Maszkába. Ezt az eldugott pici falut sokan Tenerife Machu Picchu-jának is nevezik. A falu 650 méterre a tengerszint felett fekszik, és minden oldalról sziklák határolják, csak egy szorosan át lehet kilátni az Atlanti-óceánra. Vélhetően ezért volt évszázadokig a kalózók búvóhelye. Ezen a helyen megállt az idő. Leültem egy kőre, és órákon át csendben néztem a felhők játékát a hatalmas sziklákon és apró háztetőkön. Meseszép hely. Második helyezett a toplistámon 10 kilométernyi bazalt szikla együttes. 17 éve jártam Tenerifén. Los Gigantes hatalmas szikláira tisztán emlékeztem még 17 évvel később is. Ezért jöttem ide vissza. Elhatároztam, hogy minden oldalról megcsodálom a hajósok által csak Wall of Hell-nek, azaz a pokol falának nevezett bazalt sziklákat, amik több mint 10 kilométeren át húzódnak Tenerife északnyugati partján. Los Gigantes spanyolul annyit jelent, az óriások. Ez mindent kifejez. Meredek, szinte függőleges és több mint 500 méter magasban nyúló sziklák. Rettentően nagyok. A sziklák északi csücskében található Punta del Tenóban kezdtem a bámészkodást, a világító torony mellett, és nem is tudtam ellenállni a kísértésnek, úsztam egyet a sziklák lábainál, a kristálytiszta, de elég hideg vízben. Aztán a déli részeket jártam be, és volt időm bőven arra, hogy a naplemente kíséretében csodáljam ezt az elképesztő természeti csodát. Nem is tudom, hogy azért tetszik ennyire, mert annyira félelmetes, vagy azért, mert annyira különleges látvány, de az biztos máshol nem látni ilyet.
más lehetne az abszolút győztes, mint a hatalmas vulkán a Teide. A 3718 méter magas csúcsa Spanyolország és az Atlanti-óceán legmagasabb pontja. Két órás autót vezet fel a 3300 méter magasan található felvonóhoz, de nekem ez a két óra 4 óra volt, mert minden bokornál megálltam bambulni. Hát ez egy teljesen más világ, mintha másik bolygón járnál, de tényleg. Legutóbb 1909-ben tört ki a vulkán, ami komoly tereprendezést végzett itt a szigeten. Így van itt minden. Fenyőerdő, fekete sziklakert, sárgás-barnás csúcsosodó sziklák, cserepesre száradt, bokrokkal tarkított sivatag, tengernyi zúzott lávakő, minden méretben. Mindez úgy, hogy közben szépen átaltózunk a felhők felett ebbe a csodás világba. Időben kér engedélyt, az felmehet a csúcsra, a felvonón túl 200 méterre is. Persze ehhez 3-4 hónappal kellett volna korábban kelnem, de 3550 méter magasságban is csodálatos élmény a Teide. Itt már sokkal ritkább a levegő, egy kis mozgástól már liheg az ember, ezért a szép, nyugodt tempót javaslom, és akkor van időd élvezni is a látványt. Sőt, még az űrjegykokból kiáramló gőzt is megsimíthatod óvatosan. Korán reggel indultam. És még este 8-kor is a Nemzeti Parkban bolyongtam. Megvártam a naplementét az egyik sziklán. De nagyon nem akartam, hogy vége legyen ennek a napnak. Azt hiszem, aki ezen a helyen egyszer megfordul, az sosem fogja elfelejteni, amit látott. Nekem ezért ez a number one. Kérlek, iratkozz fel a csatornámra, vagy kommentálj valamide kapcsolódót. Köszönöm!